Sziasztok! Ebben a részben a Ubiquiti Edge Router 8 XG-t fogjuk bemutatni nektek, ami más néven az Edge Router Infinity. Az Edge Router 8 XG 16 magos 1,8 GHz-es processzorral rendelkezik, valamint 16 GB DDR4-es RAM-mal. Ezen kívül van rajta 8 darab SFP pluszos interfész és 1 darab gigabites RJ45-ös port. Ha további információra vagytok kíváncsiak a mérési eljárásról, akkor nézzétek meg az ismertető videót. Először leteszteltük a router bridge-elési képességeit. A minimum ping időnk 108 mikroszekundum volt, míg az átlag ping időnk 124 mikroszekundum. A TCP downloadunk 3,7 század gigabit per szekundum volt 30%-os terhelés mellett, a TCP uploadunk 3,15 gigabit per szekundum volt 31%-os CPU terhelés mellett. Az UDP downloadunk 3,59 gigabit per szekundum 22%-os terhelés mellett, és ugyanilyen terhelés mellett az UDP uploadunk 3,61 gigabit per szekundum. Akkor lássuk az eszköz rútolási képességeit. Rútolva a minimum ping időnk 132 mikroszekundum volt, míg az átlag ping időnk 152. A TCP downloadunk 8,28 gigabit per szekundum volt 8%-os terhelés mellett, szintén 8%-os terhelés mellett a TCP uploadunk 8,56 gigabit per szekundum lett. Az UDP downloadunk 9,72 gigabit per szekundum lett 6%-os terhelés mellett, és ugyanilyen terhelés mellett az uploadunk 9,74 gigabit per szekundum. Akkor lássuk a router natolási képességeit. Natolva a minimum ping időnk 120 mikroszekundum volt, az átlag 136 mikroszekundum. A TCP downloadunk 8,38 gigabit per szekundum lett 9%-os terhelés mellett, és szintén 9%-os processzor terhelés mellett a TCP uploadunk 8,47 gigabit per szekundum. UDP downloadot nem tudjuk értelmezni, az UDP uploadunk 6%-os terhelés mellett 9,74 gigabit per szekundum lett. Az Infinity Router L2TP képességeit nem tudtuk maradéktanul lemérni, mivel csak 7%-ig tudtuk leterhelni a routert, de 7%-os CPU terhelés mellett is több mint 200 megabit per szekundumot értünk el. Ez volt az Infinity Routernek a teljesítménytesztje. Jövő héten folytatjuk egy összegző videóval, amiben megosztjuk veletek a saját véleményünket. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el megnyomni a kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!